Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Üdvözlök minden kedves nézőt! Ez itt az igazi Dopman TV adása, benne a Doperatív és a törzs feje Laci király, a guru, akiben csalódni fogsz, ha még nem tetted volna, iratkozz fel az igazi Dopman TV YouTube csatornájára, lájkold, diszlájkold, illetve kommenteld annak a tartalmait, ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál rá a kis harangra ezzel az ujjaddal, és oszd is meg a tartalmakat. Kövess be az Instagramon, a Facebookon vagy velem, akkor a subscribe gomba tied, ami szintén feliratkozást jelent. Fönn vagyok a Twitteren, a TikTokon, a Redditen, van egy külön bejáratú Dopfiber mafiám. Van egy új dalom kint, a címe az, hogy Pénz meg a hatalom. Ha minden jól megy, akkor már elérte a 20 000 megtekintést, ami mondandóját és stílusát látván csodaszámba megy, hiszen manapság nem ez a trendi hip-hop, illetve ez a fajta üzenettel teli zene, ez mostanában nem annyira kapós. Érthető egyébként miért, mert a világ ad elég kérdést, úgyhogy az elől az emberek inkább menekülni szoktak, mint szembenézni vele, úgyhogy az olyan zenéknek most nincs itt az ideje, amik szembesítik az embereket önmagukkal valamilyen formában, de én ezt nagy sikernek élem meg, és további motivációt adnak ahhoz, hogy csináljam a zenét, de ha velem vagy, szeretsz, akkor megosztod ezt a videoklipet a mai napon. Hogyha ez a 62 ember, aki most megnézi ezt a videót, megosztja a Pénz meg a hatalmat, az már 64 megosztás, és egy csomó emberhez el fog jutni ez a dal. Tehát a zeném sikere az rajtatok is múlik, sőt elsősorban rajtatok múlik. Sokan kérdezik, hogy zenélek-e még egyáltalán. Valószínűleg ez azért van, mert rengeteg tartalmat készítek ide, a Facebookra, a YouTube-ra és az összes többi platformra, és lehet, hogy a zene egy kicsit elveszik ezekben. Tehát ezt akkor tudjuk ezt az oldalamat kikerekíteni, hogyha ti is segítetek abban, hogy ezek eljussanak a közönséghez. Hiszen, hogyha valaki csak zenével foglalkozik, akkor sokkal inkább csak a zenével találkoznak, de hát én folyamatosan véleményt mondok, meg osztom, ami nincs, az észt, úgyhogy emiatt ez kicsit eltűnik a mondani valom tengerében. Na, mi az, amit még el kellett volna mondjak? Ha támogatni szeretnéd a tartalomgyártást, akkor megteted a www.patreon.com/azigazidopmentv oldalon, illetve ha YouTube-on nézed ezt élő premier formájában, akkor küldhetsz szuperchatet. Természetesen ez csak opció, nem kötelező jellegű, megköszönöm a támogatásokat, hogyha vesztek jegyet a koncertre, de látjátok, hogy ingyen is jön a tartalom folyton folyvást, úgyhogy ez rajtatok múlik. Szeretnék legalább annyi patronust, mint a Gulyás Marci és a Partizán. Engem nem patronál a Soros, sem a Ballib irányzat Nyugat-Európából, amit egyébként nem sajnálok a Marcitól, tökre örülök, hogy neki ilyen patronosai vannak. Nekem jelenleg van 26, úgyhogy mindegyiket csókolom személyesen. Amit még tudnitok kell, a www.dopeshop.hu oldalon még mindig kaphatóak, hát ez szerintem a mai magyar közéletben a legnagyobb tükörtartás, ez a póló, és ez a póló által kiváltott reakció. Tehát a speciális Don Vito kollekció, limitált széria. Egyelőre októberig még mindig rendelhető a cucc, imádom, Don Vito kollekció. Ha a benzinárstopp az megszűnik, akkor lehet, hogy egy pillanatra megállítjuk a gyártást, de az az igazság, hogy látok Don Vito tevékenységében olyan irányultságokat és folyamatokat, amiknek a kapcsán lehet, hogy továbbra is marad a póló. Don Vito Design. www.dopeshop.hu. Erről viszont nem ebben a videóban fogok beszélni,
mert lenne egy ilyen politikai jellegű videó is annak a kapcsán, amit a kötött fogásban hallottam, most volt vasárnap élő adásuk, a Puzsér volt benne, Csintalan Sanyi bácsi, Pörzse Sanyi, akkor a Gulyás Balázs, és ők beszélgettek, és ugye ez az ellenzéki kormány téma is fölmerült, és elég sarkos véleményt mondtak az ellenzékkel kapcsolatban, és szeretnék erről egy videót csinálni. Egyrészt az ő véleményükről, meg az arról, hogy mi van igazából, de erről nem most fogok beszélni. Amiről szeretném megkérdezni a véleményeteket, az az, hogy ehhez mit szóltok? Tehát ilyen bögrék, menjen a webshopba, kávézni belőle. Egy biztos, fog csinálni egy videót, amiben elkészítek egy Don Veto kájpirinyát. Bögréből fogom inni a kájpirinyát, Don Vetos bögréből. Amit még tudni kell, hogy a dobshop.hu oldalon jelen pillanatban is kapható a Pénz meg a hatalom digitális kislemez formátumban, ami annyit tesz, hogyha megrendeled a digitális kislemezt, akkor e-mailben megy neked a dal, az instrumentál verzió, az a cappella, és tőlem személyesen neked egy videogram, egy videóüzenet formájában egy videó aláírás. Tehát, hogyha a pénz meg a hatalmat megrendeled, az ezzel jár. Azt hiszem, mindent elmondtam. Lesz új kollekció. Dolgozom az ötleteken, sőt termékeken is, és lesz NFT is a www.dobshop.hu-n, hogy milyen formában az ki fog derülni. Lesznek dharma estek, most már elkezdek róluk tárgyalni, és remélem, hogy lesznek koncertek is, mert nagyon jó megy nekünk a zenélés, és újra megvan a feeling hozzá. Továbbá készítem az új lemezt, tehát folyamatosan készülnek az új dalok, és nagyon nagy inspirációm van, tehát most ezt a ilyen kicsit zenesebb lemezt elkészítem, aminek a része a pénz meg a hatalom is, de aztán egyből akarok csinálni egy ilyen szonikus mozit, tehát egy olyan lemezt, ami egy történet, mint egy könyv, meg van írva egy történet, és az elejétől a végéig elmesélem, egyébként erre Ice Cube-tól, a Death Certificate lemezről, meg a Kuji Rappen Polónak a Live and Let Die lemezéből kaptam inspirációt, illetve motivációt és ihletet, úgyhogy nem könyvet fogok írni, hanem írok egy kalandregényt lemez formájában. Erre is készülök. Úgyhogy ezek vannak, egyelőre amiket tudnatok kell, és akkor mivel már 70-en vagyunk, jöjjön a mai téma, lehet, hogy lesz ma még videó, de ez a videó most már majd, hogy nem biztosan elkészül. Tehát a mai témánk az egy ilyen kicsit darmadik típusú találkozások videó, de közben operatív is. És ez nem más, mint hogy ne féljétek a világ végét. Miért csinálom ezt a videót? Azért csinálom, mert jelen pillanatban a világ olyan kihívásokat állít elénk, és olyan érzeteket kelt bennünk, amik több mint vészjósóak. Tehát az emberi lények mind fizikálisan, mind mentálisan, tehát az elméjükben lejátszott folyamatok által kegyetlen szenvedéseken mennek keresztül nap, mint nap. Magyarán jönnek a csekkek, összejönnek a csekkek, a rezsiszámlák egyre drágábbak lesznek, áremelkedés, háborús fenyegetettség, Covid, vírusok, üzemanyagárak elszabadulása, tehát olyan folyamatokkal szembesülnek az emberi lények, amiknek a kapcsán egy ilyen világvége hangulatuk van, illetve ha nem is érzik közvetlenül a világ vége bekövetkezését, de rengeteg ember fogalmazza meg azt a véleményt, ugye, amit úgy szoktak mondani, hogy megérett az emberiség a pusztulásra. És
hogy már nincs más út innen, mint ez a totális káoszba fordulás, és ez abból való totális pusztulás. Úgyhogy erőteljes világvége hangulat van, amit a média, a politikusok minden irányból, és a különböző szakértők és elemzők is folyamatosan generálnak, és pörgetnek, és tolnak ezerrel. Ezt értem még az olyan szakértőkre is, akiket akár magam is szívesen hallgatok, már ha lehet itt valaki szakértő, tehát én most már elkezdtem figyelni a Drábikot, ugye, a Bogárt, akkor a ki van még, aki ilyeneket tol. Tehát mindenféle embert, aki ilyen jellegű véleményeket, Nógrádi György, ugye különböző forgatókönyvírókat elkezdtem figyelni, minden irányból, tehát igyekszem mindenre kiterjeszteni a figyelmemet, mindenféle véleményre, gondolatra, vonulatra, és akkor abból összeteszek valamit a saját tapasztalatiságommal egyetemben. Na most, például ezek a gondolkozók is, akik ugye idézőjelben véve szakértői vagy elemzői annak a témának, ami most zajlik, mind gazdasági, mind háborús, mind vírusos, mind konteós szinten. Tehát azt látjuk, hogy a konteók folyamatosan valósulnak meg a szemünk látára, és ebben is van valamiféle ilyen derültségre okot adó jelenség, mert megmutatja azt, hogy milyen egyszerű lenne ezt az egészet megállítani tulajdonképpen. Tehát ők is generálják ezt a világvége érzetet. Tehát egyfajta enyhülést, egyfajta kiutat, egy olyan kaput, amin keresztül nem a totális krachba vezet a dolog, nem nagyon látunk felmutatni. Vagy olyan figurák, akik kiutat mutatnának ebből, vagy enyhülést adnának, nem nagyon jutnak szóhoz, nem jelennek meg. Tehát még a vallási vezetőktől se látunk olyan megnyilvánulást, hogy de a végén valahogy jóra fordul a dolog is, stb. És mindenki retteg és fél, és jön a világvége is, most már innentől atomháború van is. Szóval jókat mosolygok ezen, mert tök érdekes, hogy amennyire tragikusnak tűnik a helyzet, tulajdonképpen annyira mosolyt keltő. Figyelvén ezeket az elemzőket, szakértőket, összeesküvés elmélet megalkotókat és összeesküvés megtapasztalásokat, következő dolog jutott az eszembe. Hogy mondhatnád meg, hogy végződik egy könyv, mikor csak most íródik a következő oldala? Magyarán ezek a könyvek nem előre vannak megírva. Tehát ez nem előre van megírva, hanem ez folyamatosan a pillanatban íródik. Legalábbis az én hitem szerint. A gyerekek, ha megvan írva a világvége, az egy jobb, az egy egyszerűbb sztori. Hogyha ez egy megírt történet, ez egy megírt film, hogy ez így fog lezajlani, hogy vagy jön az atomháború, vagy a Great Reset, abból ez a modern kommunizmus, és minden le van írva, és meg van rajzolva, és ez így el van tervezve, és így fog megtörténni, akkor nincs értelme tőle félni, mert ha ez így van megírva, akkor ez így fog bekövetkezni, akkor annak a szereplőnek, amik vagyunk, tehát megírt szerepünkkel, ez a történetbe el fogunk jutni, így is, úgy is a végkifejletig, és az úgy le fog játszódni, tehát emiatt fölösleges félni, mert csak egy megírt szerepet játszunk le. Tehát semmiféle hatásunk nincsen a dolgokra, amik történnek körülöttünk, hogyha ennek így meg kell történnie. Ha ezeknek a konteóknak be kell következniük mindenáron abban formában, ahogy elmondják a kedvenc olyan figuráink, akik ezeket megfogalmazzák, akkor igazából nincs hatásunk, akkor dőljünk hátra, azt nézzük végig a legjobb hangulatban, vagy játsszuk le a szerepünket. De egyébként, ha stresszelnünk kell, akkor stresszeljünk nyugodtan, mert így vagyunk megírva, hogy mi stresszelünk, vagy szívinfarktus kapunk, vagy
agyvérzést, vagy bármi mást. Ha rákos vagyok, akkor igazából dőlj hátra, mert meg van írva, hogy rákos vagy. Ha idegeskedsz a rákod miatt, az is azért van, mert úgy vagy megírva. Na, ebben én nem hiszek. Én egy nagy rezgésbe hiszek, és ezért nem hiszem azt, hogy meg van írva a vége. Hogy világvége kell legyen abban a formában, amit az emberek félnek, meg rettegnek. Hogy itt jön egy valami nagy apokalipszis, vagy bármi más. Ez a történet, ez folyamatosan íródik. Na most, amikor azt mondják, hogy a konteók itt elevenednek meg a szemünk láttára, az nagy valószínűsége azért történik, mert nagy számban ezt a történetet írjuk meg. Tehát ugye előjönnek, mint hogy a szellemi műhelyek, amikről beszélnek, hogy a szabad kőművesek, meg a Marx és Engels, vagy éppen a elit, vagy a kapitalisták, a multik, milyen módon formálják a világot, a társadalom alakulását, az emberi tudatot, amit tudatiparnak hívnak. Tehát ez is bizonyíték arra, hogy ez a történet nem előre van megírva, hanem ez a történet másodpercről folyamatosan íródik, és ezáltal alakítja a világot. Tehát ezt a folyamatot megállítani tulajdonképpen egy másodperc műve lenne. Sokat használtam a másodperc szót, de egy csettintés alatt lehetne fordítani rajta azzal, hogy a nagyszámú tudati lény, aki a tudatot alkotja, nagyobb számba elkezd más irányba gondolkodni, vagy működni, mint amit ezektől a műhelyektől kap, és elfogad, és ez miatt ugye elkezd olyan irányba alakulni a világ, amilyenbe éppen tart. Tehát a jelen helyzete a világnak különben, akármi is legyen, az annak köszönhető, hogy a tudatot alkotó lények, tehát a tudat skizofrénségét alkotó pici egók, nagy számban elkezdik elfogadni azt a fajta tudatformálást, amit az a kisebb réteg csinál saját maga butaságából kiindulva. Mert egyébként az se okosabb, mint azok, akik elfogadják, mert őt ugyanan vágyak, meg szerzési vágy, meg tulajdonképpen ilyen túlélési ösztön, vagy ami ehhez kötött létszom motiválja, mint a nagyobb tudati közeget alkotó embereket, akik elfogadják ezt és változnak ebbe az irányba. Tehát ezen egy másodperc műve lenne változtatni, hogyha az emberek nem szeretnék ezt készen elfogadni, ahogy van. Ha meg van írva, mert valaki ír egy hozzászóló, hogy a Bibliában meg van írva. A Bibliában nem ez van egyébként megírva, a Bibliát nem szó szerint kell feltétlenül olvasni, hanem meg kell látni benne a mögöttes utalásokat, de ha meg van írva a sorsunk, az a legjobb, akkor hátradőlhetsz. Tehát akkor semmi probléma, akkor meg van írva, az kész, így jártál valamelyik. Vagy neked ezt a szerepet írta a rendező. Nem tudsz rajta változtatni. De ha nem így van, és a folyamatban folyamatosan bomlik ki a világ, és tulajdonképpen folyamatosan alakul a történet, akkor mindig lehet rajta alakítani. De most, hogy ez a konteó, mondom, ezért valósulnak meg a válságok, a vírus, a multik, ez az őrült világhelyzet, ez a világvége érzet, ez pont azért van, mert még az is, aki vele szemben szólal fel, tehát adott esetben a Drábik, vagy a Bogár László, vagy bárki más, Torockai, akárki, aki erről beszél, tehát ők is ezt a malmot tekerik. Mert nem azt mondják, hogy oké, van egy helyzet, amerre megy egy nehézségi ereje a tudatnak, és akkor nézzünk valami más irányba, hogy lehetne áthúzni a világ tudatát egy másik irányba. Például csinálni egy olyan tudatformáló elitet, amelyik elit abban látja a megfejtést, hogy mondjuk spirituálisan megnyílik, ezt idézőjelben a bővel használom ezt a szót,
mert sokan ettől megijednek, meg az ezotériától, tehát valami morál fölötti morál alapján működik, a kölcsönös jó alapján, idézőjelben véve megint a jót, mert a jónak a rossz a párja, és ahol jó van, ott a rossz is megfogalmazódik, és aztán komolyabban megnézem, a jó meg a rossz kézen fogva járnak, és alkotnak egészet, tehát próbáljunk ezek fölé a kifejezések és szavak fölé menni, és megkeresni azt az emelkedett életérzést, amikor megszületik a pillanat. Például, amikor kezedbe veszed a gyereked. Azt a szeretetet, ami ott akkor megfogalmazódik, azzal érdemes valamit kezdeni. Tehát, ha lenne egy olyan elit, aki ebbe az irányba próbálná formálni a dolgokat, akkor kialakulhatna egy olyan út és mód, aminek az útja és módja teljesen más elképzelésekre támaszkodva zajlik le, mint az, amit most tapasztalunk, és azért tapasztalunk, mert mi kérjük. Tehát tévedés ne essék, az valósul meg, amit szeretnél. Mert belőle táplálkozik az a gondolat, ami megvalósít. Te vagy a megvalósító. Tehát ha szomjas vagyok, és inni akarok, akkor fölemelem a domvétok bögrémet, teleöntöm vízzel, vagy amit fogyasztani szeretnék, és megiszom. Ha kövér akarok lenni, sokat fogok enni. Ha beteg akarok lenni, sokat fogok stresszelni, vagy rossz indulattal élni, és a többi. Tehát az a lényege, hogy ezekért teszek. Ugyanígy van a világgal is. Tehát a világ úgy alakul, ahogy gondolkozom. Ha szarul élek, meg rossz a kedvem, meg rossz a hangulatom, akkor azt akartam manifesztálni. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, amit tudni kell. Félni a világ végét, legyen az atomháború, vagy bármi más, teljesen mindegy, halál, stb. Tehát egy kérdésem van, minek? Tehát amit meg kell érteni, és a Dhammapada nem véletlenül írja azt, az egyik legfontosabb mondat benne, hogy aki elfogadja a halált, az megszabadul. Tehát arról, hogy mi a halál, az megint egy érdekes kérdés lehet, tehát erről érdemes beszélni, de aki elfogadja ezt a jelenséget, tehát a változást, az ultimát változást, tehát amikor az összeáll dolog szétválik, szétesik, az megszabadul ettől a félelemtől. Tehát minden törekvést, ami a világban ma lezajlik, például a hatalomgyakorlásban, meg általában az emberek életében, a félelem generálja. Az attól való félelem, hogy elvesztem a biztonságomat. Érted? Tehát, hogy elveszik minden, amit ismerek, amit tudok, holott, az eleve elmúlása van ítélve. Na most, a mi tévedésünk, az ott következik be, Ellen Watts-nak egy zseniális gondolata az, hogy az emberi lény azért szenvedi ezt nagyon el, mert az emberi lény az egy szkenelő szisztéma, tehát folyamatosan mindent méricskél, méreget néz, fölméri, beszkeneli, és stb. És ezáltal lineárisan gondolkozik, tehát a ciklikusságot nem tudja fölfogni. Azt hiszi, hogy a dolgoknak abszolút kezdete és abszolút vége van. Magyarán születik és meghal. Holott abszolút kezdet és abszolút vég az nincs. Mert én, mikor megszülettem, az abszolút kezdetem az énemnek van. De egyébként, ez most így szóban nehéz, de nekem nincs. Mert előtte is ott voltam anyámban és apámban. És mikor az énemnek abszolút vége lesz, tehát az énem, az én tapasztalásom megszűnik, akkor is tovább élek a lányomban, és az ő összes többi örökösébe. De még ha lerajzolhatnám, hogy az összes többi emberbe is benne vagyok, csak az énem, az ego szűnik meg. Tehát az a szkennelő szisztéma, az a szkennelő rendszer, ami folyamatosan fölméri a világot. Ez szűnik meg, ez a halál. De a halál az nem a dolgok vége. Az csak annyi, hogy egy ajtó, egy kapu, egy újabb megformálódáshoz, vagy egy újabb történethez, stb. Tehát alapjába véve a világ vége
vagy halál, vagy nevezem, mert a világ számodra, az éned számára, amikor az éned feltételei megszűnnek, tehát nem a téged alkotó dolgok szűnnek meg, nem a tudat szűnik meg, nem a téged alkotó elemek szűnnek meg, csak a feltételeid, amik egybe tartanak. Tehát például, hogy egészséges vagy, hogy épp eszű vagy, hogy meg tudod teremteni a létezésed feltételeit, azok, mikor megszűnnek minden szinten, akkor az éned tapasztalása megszűnik. Tehát számodra ott a világ vége bekövetkezik. Így is, úgy is. Nem tudod megúszni. Tehát olyan dologtól félsz, ami alapjáraton kódolva van beléd. Ha ezt el tudod fogadni, és rengeteg meditációval, jóga gyakorlattal, igaz hittel, Jézusba vetett törekvéssel, bármi más módon, gyereked iránti szeretete, őszinte, önzetlen szeretettel, ezt tudod gyakorolni, akkor megszabadulsz. Mert elkezdesz a pillanatban élni, és elkezded a pillanatban írni a történetedet, ahelyett, hogy rángatna téged az a fajta nehézségi rezgés, amit bizonyos emberek, bizonyos motivációtól fogva, ugye ráerőltetnek a világra, amit a világ átvesz, és elkezdi visszarezegni. Akkor is, ha szembe száll vele. Tehát bármilyen furcsa, az összeesküvések megalkotóinak hatalmas szüksége van az összeesküvéseik létrejöttéhez, az összeesküvésekkel szemben fellépő emberekre, hiszen ők is görgetik az összeesküvésnek a malmát. A láncolatát építik föl. Magyarán az a világ vége, amit most építünk, és ami kialakul, az közös munkával történik mindenki akarata szerint. Mert ha mindenki nem ezt akarná, akkor nem ez történne. Tehát ez nagyon fontos. De hogy miért nem kell aggódni igazából a Great Reset miatt, meg az atomháború miatt, meg bármi más miatt. Tehát egyrészt ugye, ha az atomháború jön, akkor nem tök mindegy. Akkor az a tapasztalási forma úgy is véget ér, majd valami más lesz, mert Einstein is megmondta, hogy az energia nem vészel, csak átalakul. Az atommal való szarakodás, ugye az alapvetően nem véletlenül veszélyes meló, mert olyan, mintha Isten cseszegetnéd, de hát alapjába véve az emberiség így a 20. század másik felébe, meg a 21. században más se csinál, mint Isten munkáját cseszegeti. Folyamatosan. Tehát, hogyha megnézitek, az atom, ugye, az áll elektronból, protonból, meg neutronból, szent háromság, összeáll az az egész, mikor az ember atommag hasadást idéz elő, akkor magyarán az Istent, a Szent Háromságot szétbontja. Nem véletlen van az, hogy az életre nézve ez ilyen halálos következményekkel jár, arra a formájára az életnek, amit mi ismerünk. Hát képzeljétek el, hogyha valaki oda jönne, és nemes célokból a ti atomjaitokat elkezdené darabjaira szedni. Hát természetes, hogy az életatek megszűnik. Hát ez tök természetes. Tehát ez a hozzáállás, ugye mit várunk. De amit tudni kell, mint ahogy a videó elején mondtam, tehát Great Reset, atomháború, bármi bekövetkezik, az csak annyit jelent, hogy megszűnik számodra a tapasztalás, és jön helyette vagy másik, csak mivel nagyon ragaszkodunk az élethez, és nem fogadjuk el, hogy a tapasztalásnak vége lesz, ezért folyamatosan félünk attól, amit építünk, amiatt, hogy megúszuk azt a tapasztalást, hogy vége legyen a világnak. Félünk a hidegtől, félünk a melegtől. Félünk az emberektől, félünk az állatoktól, tulajdonképpen mindentől félünk, és mindent az motivál, azért csináljuk, hogy magunknak olyan helyzetet állítsunk elő, ahol nem kell félni. De aztán még jobban félünk, mert ez a helyzet, amiben nem kell félnünk, az is félelemre ad okot, mert azt valaki más, aki úgy, ahogy gondolkodik, el akarja venni tőlünk, hogy ő kevésbé féljen. Nagyon nagy az egész. Tehát ami a lényege, a világ végétől nem kell félni, mert így is, úgy is vége lesz az egyén számára a tapasztalásnak. Great Reset, meg ugye társai, még egyszer atomában. Szóval, aki meg tapasztalni fogja ezt,
meg lehet nyugodni, bármilyen rendszert építsenek az emberek, egyrészt az alkotó elemeken múlik az, hogy ezek a rendszerek összeállhatnak-e. Tehát ha az alkotó emberek, elemek elkezdenek másképpen működni és másfelé tekinteni, több mosollyal élni, segítőkészséggel, kivonják magukat abból a törekvésből, ahogy a rendszer a diktatúrát föl akarja építeni, elvetik a félelmet, mert a félelem ír magját, kiölik a szívükből, tudván az előbbieket, akkor nem lesznek befolyásolhatók a félelem által, tehát teljesen megváltozik a motivációjuk, a cselekvésüknek az iránya, akkor másfajta rendszer fog felépülni, mert rájön a rendszer arra, hogy így nem tud rendszert alkotni. De hogyha össze is hozzák a rendszert, akármilyen cél mögé álcázva, vagy bármit kitalálva, hogy ez ennek létre kell jönni, mert ez az emberiség nem esett céljait szolgálja, stb. Egyrészt bármilyen rendszert épített az ember, mióta elkezdődött a történelem, mindent a vágya irányít. Ezt megfogalmazhatjuk olyan metaforával, hogy az arany, a magántulajdon, az ego, stb. Tehát az a rendszer, ami most épül, az a háború, ami most épül, az se különb ilyen szempontból, mint az összes előző. Tehát amikor felépül, azért nem kell félni tőle, mert már bele van kódolva az, hogy kudarcot fog vallani. És tudjátok miért? Mert hibásan építi föl magát, és a másik hibás gondolkodás, aki szintén egóba, meg félelembe, meg stb. Gondolkozik, tehát ilyenkor ezek folyamatosan ütköznek, és lebontják egymást. Ez a történelmünk. Erőszakkal építünk rendszereket, amiket aztán erőszakkal bontunk szét, mert nem tudásba vagyunk, tehát egyik rendszerünket sem szülte még eddig szeretet, együttműködés és olyan konszenzus, ami mindenkinek az érdekét szem előtt tartotta. Egy ilyen rendszerünk se született még. Tehát még az olyan aranykor, mint például Indiában Ashoka királysága volt, még ez is vérbe született. Hiába volt utána egy békés buddhista királyság, ez is vérbe született, és előbb-utóbb vérbe fulladt. Mert mi ilyen módon létezünk, de ezen egyébként sem eddig nem tart változtatni. Tehát ahogy bennünk van alapjáraton egy Tyrannosaurus Rex, ugyanúgy bennünk van egy Buddha tudat, vagy egy Jézus tudat, ami a szívünkben van, és csak látásmód és szemlélet kérdés, hogy ezen tudunk-e aktuálisan változtatni, ezzel megváltoztatva az egész világot. Ami a legfontosabb, hogy ebből ezen úgy tudtok változtatni valóban, ha elvetitek a félelmet. A világ végétől elvetitek a félelmet a haláltól, mert ez mind a kettő nektek az életetekbe kódolva van. Tehát nem menekültök, hiába futtok. Viszont amíg vagytok, és amíg tapasztaltok, addig van lehetőségetek cselekedni. Hát ha megnézitek, tök vicces, ugye, hogy az emberek mennyire nem fogadják el a halált. Na most az emberek ezt kivetette föl Osho. Nagyon nagy forma. Összegyűjtött az összes Ferrarit a hívektől. Tehát ha megnézitek, de azt hiszem, hogy a Jack Kornfield, nem tudom, egyik jobb az, mint a másik, de tehát az emberek figyelik maguk körül az embereket, ahogy megöregszenek, megbetegszenek, és meghalnak. És még azok is, akik törekvőnek gondolják magukat. Tehát például abba hagyják a dohányzást, nem isznak alkoholt, vagy nem isznak annyit, nem kábítószereznek, igyekeznek stresszmentesen élni, sportolni, stb. Tehát ezek már törekvők. A többség az ott tart, hogy meghalnak körülötte betegek, elvesztenek mindent, tragédiákat látnak egyiket a másik után, és ők maguk még változtatni se akarnak semmit. Tehát mindent csinálnak ugyanúgy, mert az énjük tapasztalása azt gondolja, hogy velük ez nem fordulhat elő. Na most azok, akik törekvőek ilyen módon, hogy sport, stb., ezek is azért csinálják,
Mert azt hiszik, hogy így megúszhatják a dolgokat. A vagyon halmozása, a hatalom gyakorlása, ez az egész dinasztiákon való valami is, keresztül való akarás is erről szól, hogy valahogy megúszni ezt. Arra törekszünk, ugye, plasztikai műtétek, örök fiatal maradjak, hát ússzam meg az öregedést, ússzam meg a halált, még gyógyszer, hormon, stb. Csak tovább éljek, különben nagyon szar lehet örökké élni. Elmondom. Tehát az egyrészt borzasztó unalmas, stb. Szóval nem ússzátok meg. Hiába próbálkoztok. Ezért nem kell sportolni. Tehát ha a halált akarod megúszni, meg a világ végét, akkor ezért nem érdemes szembe menni a összeesküvő elittel, nem érdemes letenni a cigarettát, nem érdemes sportolni, ezért tök fölösleges bármit csinálni. Ha a pillanaton akarsz változtatni a pillanat minőségén, ahogy épp most élsz, és hogy adott esetben számodra a világ vége, vagy a halálod egy kellemes, vagy élvezetes pillanat legyen, na ezért érdemes sportolni, ezért érdemes kevesebbet inni, ezért érdemes nem dohányozni, ezért érdemes valamilyen módon törekedni arra, hogy egyensúlyban létezzél, mert ugye, ha megnézed, a halál meg a világ vége sem ugyanolyan mindenki számára. Tehát vannak, akik kínok közt halnak meg. Vannak, akiket hirtelen ér a halál élménye, vagy a világ vége élménye. Vannak, akik azt se tudják, hogy meghaltak, és vannak azok, akik tudatosan, békében távoznak el a világból. Egy ágyban fekve, vagy egy óceán nézve, vagy éppen a barátaik társaságában. Tehát nem biztos, hogy a halál, vagy a világ vége olyan kellemetlen élmény. Minél jobban félsz tőle, minél kevésbé vagy felkészülve rá, annál kellemetlenebb és annál szörnyűbb lesz a világ vége. Ha megnézitek egyébként, és az a szép, hogy még azt hiszük, hogy itt mi tudunk világvégét prezentálni. Meg vívunk itt országokon, meg földeken, meg véleményeken, meg igazságokon iszonyú háborúkat, harcokat, mikor az nem is a miénk. Tehát ez a bolygó, aminek az illúzióján, a saját illúzióinkat táplálva létezünk, egymást morcangolva, ez egy ugyanolyan halmaz. És egy kívülről bejövő csapás illúziójának hatására ez az egész illúzió szerte foszlik. Mert itt a meteorok, üstökösök egyik a másik után szaladgál el mellettünk, bármikor becsapódhat. Ezt hívják úgy, hogy stroke. Tehát, ami benned előfordulhat, azt a magadon kívül érzékelt világ mind tudja produkálni. Magyarán, ha te változtatni szeretnél dolgok menetén olyan irányba, hogy boldogabb vagy vidámabb legyen, akkor el kell kezdened másképp működni. És az a fontos, hogy ez a halála, vagy világ végével másképp kell szembenézned, mert mondom, ez mindenképpen bekövetkezik. Az, hogy például jön egy üstökös, vagy atombombák szétszaggatják a Földet, tehát mikor te meghalsz az atomtámadásban, a te élményed megszűnik, onnantól fogva fingód nincs róla, hogy a többiekkel mi történt az atomháború után. Neked véget ért a világ atomháborúba. Lehet, hogy a többiek meg valahogy megoldják, és kialakul belőle egy virágzó létezés. Nem tudhatod. Tehát ezekre mi nincs válaszunk. Csak a pillanatra van válaszunk, tehát azt tudjuk eldönteni, hogy a számunkra sorsként érzékelt életet sorsként leéljük, és akkor senki ne idegeskedjen, mert az van írva neki, még ha idegeskedik, az is meg van írva. Vagy azt mondom, hogy a pillanattal tudok valamit kezdeni, és a pillanathoz a saját feelingemet hozzá tudom tenni, és akkor ezzel változtatok a nagy rezgésen. És minél többen változtatnak olyan irányba, azonnal megváltozik minden. Tehát ezért mondom, hogy ezek a nagy szakértők,
akik sokszor ez a nagy összeesküvéssel szemben, szóval ezek is rémkoppantók, tehát ők is a rém történetet szeretik, igazából ők imádják az összeesküvést, ami történik, és megvalósul szemünk láttára, múltig, társadalom, tudatrajzolás, minden más formájában, tehát ez lezajlik valóban, úgy, ahogy mondják, és ők is írják. És ötletet adnak a másikhoz, és az is megcsinálja. És folyamatosan alakul, és íródik a történet is, hogy miért van ez, és miért szenvedésteli az életünk, az azért van, mert nézzétek meg, hogy mozifilmekbe miket szeretünk nézni. Horror, akció, pornó, dráma, szerelemfilm, de az is, hogy a végén dráma legyen. Tehát, ha megnézitek, alapvetően a figyelmünk, ha nem ilyen birizgáló dolgokat kap, akkor azt nem nagyon szereti. Tehát például nagyon kevesen ülnének be a moziba egy olyan filmre, ami nem is olyan, mint az Attenborough, mert még az tele van mindenféle gyönyörű pulzáló jelenségekkel, amik nagyon szépen vannak megforgatva, hanem megnézni mondjuk egy 3 órás filmet, egy gyönyörűen fölvett, egy pontban rögzített kamerával az égre, egy felhőre, mondjuk 3 órán keresztül irányítja a kamerát, és fölvesz egy felhőt 3 órán keresztül, és azt mutatja. Gyönyörű, mondjuk utómunkával. Hányan ülnének be erre a filmre? Na most hát innentől kezdve mind csodálkozunk. Miért kell sírni? Tehát ez saját magunk által választott horror, akció, dráma és pornófilmben létezik. Na most, amit mondanak, hogy megvilágosodás. Tehát az a lényege, hogy mikor megvilágosodsz, vagy ráébredsz, akkor nem történik semmilyen nagy csoda. Ez sok zenmester, meg mindenféle pali elmondja. Az történik meg, hogy másképp tekintesz erre a dolgra. Ki tudod nevetni. Meg tudod figyelni, és el tudsz rajta mosolyogni. Mosolyodni. Tehát, hogy megtelik egy humor, hogy egy mozit nézel, amit te gyártasz, és hogyha ebből a moziból kicsit ki akarsz kapcsolni, akkor el kell kezdeni nézni a Felhő című filmet. Mert ha megnézed, akkor megnyugszol, és akkor megint játszhatunk kicsit háborúsdít, de ami nagyon fontos, hogy itt mindenhol ugyanolyan vágyak, és ugyanolyan butaság generálja dolgokat. Tehát még azok az emberek, akiket ilyen nagyon éles elmének, Kissinger, meg a nagy manipulátorok, semmi, ugyanarról szól a dolguk, mint a mezei embernek, aki a saját területén valamit nagyon akar. Semmi különbség nincs. Ugyanúgy minimum el akarják mondani, hogy én valami nagyot tettem. Az egyik dolog, amit elvesztettem most az utóbbi pár évben, az, hogy én azt mondom, hogy valami nagyot tettem. Mikor mondják, beszólnak nekem, és hát a dopmen azért lerakott az asztalra, meg aranylemez, meg stb. Hogy valami nagyot tettem. Ezekkel mi nagyot tettem? Nagyot azzal tettem, ha a magam körül lévő embereket viszonylag boldognak látom, akkor én is boldog lehetek, mert boldogsággal szembesülök. Akkor nagyot tettem. Ha csupa szenvedőt, csupa megoldandó problémát látok, amit az általam is elért dolgok okoznak, azzal nem tettem semmi nagyot. Lehet, hogy szórakoztattam, lehet, hogy leraktam egy csomó tudat magocskát emberekbe, kikeltek, kicsiráztak, de ha valami nagyot, ha tettem, ha ilyet lehet mondani, hogyha szép emlék vagyok valamelyik kötöknek, vagy mosoly fűződik hozzám, az életbe, na azzal nagyot tettem. De az, hogy aranylemezem van, vagy elismert előadó vagyok, vagy sokan rám mosolyog, vagy sokan néznek az utca, hogy híres vagyok, vagy aranylemezem van, meg ezek a státuszok, presztízsek, ezek semmit nem számítanak. Tehát egy elnök is, egy miniszterelnök, egy király, egy uralkodó akkor tett nagyot,
hogyha úgy emlékeznek rá, hogy a munkájának a nyomán nem volt szenvedés. Vagy kevesebb volt a szenvedés. Na most, ha visszanézzük például a történelmi szereplőket, és ezért mondom, mindig minden ugyanaz miatt bomlik szét, és ezért nem érdemes tőle félni. Tehát nem kell félni a diktatúrától, lehet, hogy te egzisztenciálisan megszenveded, de a utánad jövő generációk valamelyike már nem fogja megszenvedni. Tehát, hogyha megnézed, a mostani fiatal generáció, amelyik úgy éhezi intellektuálisan ezt a kommunizmust, ami őt majd kinyírja, az azért van, mert igazából a szabadsággal, a jóléttel, a minden megkapásával, azzal már nem igazán tud mihez kezdeni. Tehát ha megnézitek ezt a síró, rívó országot például, ahol mindenki domvétóval látja, hát aki nem szereti, domvétóval látja, akinek a kollekcióját a www.opeshop.hu oldalon meg tud rendelni, tehát benne látja a szörnyűséget. Azért tényleg azt mondom, hogy a napokban volt egy árvíz, illetve tart is Pakisztánban. Nézzétek meg azokat az embereket, akik derékig állnak a vízbe, a város főutcáján, és mindenük elveszett. Mindenük. Nézzétek meg azt a méltóságot az arcukon, ahogy abban a szegénységben és abban a helyzetben meg tudnak nyilvánulni. Még minél távolabb vagy ettől a nyugati fogyasztói társadalomtól, annál több olyan méltóság, emberi méltóságnak a jele jelenik meg benned, amit ez az ember, aki itt él nyugaton, és ezeknek a anyagi dolgoknak, meg a félelemnek a rabságában, mert annyira távol van már a világtól, hogy már mindentől fél, és mindent a gépeivel, meg az uralkodásaival, meg a szoftvereivel próbál megoldani, és ennek a fogságában ugyanúgy a félelem tárgyának az áldozata lesz, tehát ez már nem tud megtapasztalni. Minél szerényebb körülmények közé mész, rájössz, hogy ott tapasztalod meg a világot és önmagadat. Itt egyre kevesebb lehetőséged van rá. Úgyhogy például az egy jó törekvés lehet, hogy megfogadod, hogy szépen beszélsz, igyekszem megfelelő módon viselkedni, és nem kell mindent, csak elkezded a kényelmi dolgaidat föladni. A szerzési vágyadat föladni. Nem teljesen. Vedd meg azt a bossinget, ha szeretnéd, mert jól áll. De nem kell minden bosszig. Nézzétek meg, házak. Tehát ugye mi van? Szerzünk házakat. Mert a ház az a biztonsági jelképe. Gazdagság, nagy ház, szép nagy szoba, nagy konyha, mindenből van, tele mindenféle porfogóval. Értékesebbek, kevésbé értékesebb, befűtöm, fasza, medence, stb. Nézzétek meg, jött egy helyzet, és ez a ház már nem áldás, hanem átok, mert fönn kell tartani. És ott van a nyakadon, és nem mászik le róla. Csak úgy, hogyha nem tudod fönntartani, akkor majd a tartozásod fejében elviszi az általad fenntartott rendszer. Tehát értitek, hogy miről szól a játék? Ezért nem kell félni a világ végétől. Mert igazából nincs világ vége, bazd meg. Ez csak mit csináljuk? Nincs vége semminek. De az egyetlen dolog, amin tudsz változtatni, az az egyének a tapasztalása. És hogyha ott változtatsz, akkor megváltozik az egész világ. És az egyén tapasztalását meg úgy tudod megváltoztatni, hogyha ránézel néha a történésekre, és elmosolyodsz, hogy ez csak játék. Köszönöm a figyelmet, szép és eredményes napot kívánok mindenkinek. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!